Romonyán 2014-ben alakult meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat, melynek célja, hogy minél több programot szervezzen a közösségnek. Legutóbb jótékony célú palacsinta és kalácsütéssel egybekötött farsangi mulatságot tartottak a béketéren. A farsanghoz hozzátartozik a tombola. Most van egy olyan tervünk, hogy a gólyafészkünk sajnos eléggé megrongálódott, és hogyha valamivel hozzá tudnánk járulni, akkor a tombola bevételét erre szeretnénk felajánlani. Hogy a gólyák megmaradjon, a gólyavida visszatérjen, és hogy mindig valami próbálunk, ami végül is a falu népének, mindenkinek jó lesz. A településen szép számmal vannak még a német hagyományokat ápolni vágyó emberek. A településen kétnyelvű nemzetiségi óvoda működik, három csoporttal, ebben kettőben jelen van a nemzetiségi nyelvi oktatás, és a harmadik csoport gyerekei számára is külön néptáncfoglalkozásban, illetve nemzetiségi táncoktatás foglalkozásban részt vehetnek a gyerekek a nyelvoktatásban. A hagyományokat mindannyian ünnepeljük, mindhárom csoporttal óvodai szinten, és szorosan együttműködünk az óvoda és a nemzetiségi önkormányzat minden program megvalósítása során. A segítsünk gólyáinknak a fészekrakásban mottójú felhívásra február 26-áig várja a további adományokat a Romonyai Német Nemzetiségi Önkormányzat.